Egy magyar barátunk javaslatára találkoztunk Giannis abacidis aki erdélyi kopó tenyésztő Görögországban és a legnagyobb görög vaddisznó portál szerkesztője. Nem mellesleg, több mint 15 erdélyi kopóval rendelkezik és aktívan vadászik velük Görögországban. Mint elmondta, ő már a szemükben és a lábuk formáján látja, hogy az erdélyi kopók vaddisznó vadászatra születtek. Hajnaltól hajnalig ezt a tempót ők bírják a legjobban. Miben speciális a görög vadászati stílus, és miért az erdélyi kopót használják erre a stílusra a görögök, amelyik az egyik legnépszerűbb vadászkutyává vált Görögországban, elsősorban vaddisznóvadászat területén. Ebben a videóban ezekre a kérdésekre próbál válaszolni görög ismerősünk, Giannis Abacidis. Ha azokra a felvételekre is kíváncsi vagy, amik ebbe a videóba nem kerülhettek bele a YouTube policie miatt, akkor legyél pártoló tagunk, iratkozz fel a csatorna tagságra, és a hosszabb videóban meg fogod találni ezeket a vadászjelentek. Előre is köszönjük! Kedves Giannis, elterjedt a híre, hogy van egy vadász Görögországban, aki elsősorban erdélyi kopókat használ a meglehetősen intenzív vadászataira. Igaz ez a hír? Ön hogyan találkozott az erdélyi kopókkal, és miért választotta pont ezt az ősi magyar fajtát? A hír igaz, én valóban vadászattal foglalkozom Görögországban, de ez egy régi családi tradíció nálunk. Már gyerekkoromban is láttam apámat és a vadásztársait, miként űzik a vadat Görögország Epirus régiójában, hiszen ott nőttem föl, és ez a kultúra vett körül kiskorom óta. Apám egy igazi vadász volt, és talán emiatt is imádta a kutyákat, amióta az eszemet tudom, vadászkutyák vettek, vesznek körül, nem is kis számban. Még a gyerekkoromban történt, hogy apám megpróbálta megtalálni azokat a vadászkutyákat, akik a legjobban illenek az úgynevezett görög vadász stílushoz, és ezért elkezdett különböző fajta tiszta vadászkutyákat importálni Európa különböző régióiból, és tesztelte is őket egymás után. Ennek részben az is oka volt, hogy Görögországban a munkakutyák tekintetében nincsen meg az a típusú fajta tisztaságra törekvés, amit például a magyar munkakutya fajtákkal kapcsolatban tapasztalok az utóbbi időben. Nagyon sokféle kutyát teszteltünk hosszú évekig, és azt tapasztaltuk, hogy sok kutya teljesítménye jó volt a vaddisznóvadászatban, de a legtöbb esetben ez kiszámíthatatlan volt generációról generációra. Végül azért döntöttünk és maradtunk az erdélykopok mellett, mert először is egy gyönyörű kutya, aminek van stílusa és élesen elkülönül a küllemében más kopónak nevezett európai fajtáktól. Másrészt hozzák azokat a tulajdonságokat és azt a kitartást, ami elengedhetetlen az én és a vadásztársaim vadászati stílusához, az úgynevezett görög stílusú vaddisznó vadászathoz. Ráadásul generációról generációra hozzák ezeket az értékeket. Érdekes módon e fajta egész történelme és múltja, de napjainkban tapasztalható kiváló képessége is erre predestinálják őket. Egy vaddisznó vadászatán nem olyan, mint a nyulaké vagy egyéb apró vadaké. Egy erre használt vadászkutya akkor igazán alkalmas erre a tevékenységre. A születésétől fogva ösztönösen van érzéke ehhez, és elég kemény erre a tevékenységre. 2013-ban döntöttem úgy, hogy megcsinálom a saját nagy utazásomat. Ellátogattam a Kárpát-hegységbe, Romániába azért, hogy beszerezzem az első két kölyköt, aki hozzám érkezett. Annyira elégedett voltam a kutyákkal már a kezdetektől, hogy négy hónap múlva jött egy újabb nagy utazás, és egy másik tenyésztőtől beszereztem még három erdélyi kopókölyköt. Ezek voltak az első lépéseim az erdélyi kopókkal kapcsolatban. Giannis jelenleg hány erdélyi kopója van? A kutyáival elsősorban vadászik, vagy tenyészti is ezt a fajtát. Ezek az utak, amiről beszéltem, több mint tíz évvel ezelőtt történtek. Azóta kiépítettem a saját tenyészetemet, és én lettem a legnagyobb erdői kopó tenyésztő Görögországban. Jelenleg 15 erdélyi kopó tartozik a tenyészetemhez, akik többségével aktívan vadászom is. Giannis, az önismeretei szerint mennyi erdélykopó él most Görögországban, mekkora az ott található állomány? Meglehetősen jól ismerem a görög vadásztársadalmat, egyrészt személyesen, másrészt a vaddisznó vadászat témakörében az egyik legismertebb szakíró vagyok ebben az országban, ráadásul én állítom elő az egyik legnépszerűbb vadászati portált görög nyelven. Az én adataim szerint kb. 20-25 profi görög vadász használ erdélyi kopókat. Jól ismerve őket és a kutyák számát, amit használnak, talán százra tenném a görögországban dolgozó erdélyi kopók számát. Kedves Giannis, mi az az ok, ami miatt a görög vadászok ennyire szeretik élesben használni ezt a kutyafajtát? A tapasztalatai szerint mik az erdélyi kopók előnyei más vadászkutyafajtákkal szemben? Az én véleményem szerint az első ok az, hogy ez a kutya a vaddisztóvadászatra vadászatra született, arra szelektálódott és arra a legalkalmasabb. Ezt egyébként azonnal látod, ahogy rájuk nézel, ez letagadhatatlan. Nagyon kevés más kutyafajta létezik manapság, amelyik ennyire esszenciálisan őrizte volna meg ezt az örökséget, és ilyen erős ösztönökkel rendelkezne etéren. Lehet, hogy ez furcsán hangzik önnek, de a bátorságot már a szemükben látod, ott tükröződik a személyiségükben, elképesztő karakterük van, amit én más vadaszkutya fajtákban eddig nem találtam meg. Az erőt pedig már a lábaik formájában és felépítésükben látod. Másrészt, ezek a kutyák kiemelkedően kiválóak és tökéletesen illenek az úgynevezett görög vadászstílushoz, ami Európában már nem sok helyen található meg. Mit is jelent ez konkrétan? Mi nem vagyunk területhez és területi engedélyekhez kötve, egy éves licenszet kell váltanunk, és mi addig üldözünk egy vadat, amíg el nem ejtjük területtől függően, akár más területekre át tévedő vadak után is el tudunk indulni. Ez körülbelül úgy működhet itt Görögországban, mint Erdélyben működött a régi vadászok idején, akik szintén erdélyi kopókat használtak. Egy ilyen vadászat lehet, hogy hajnalban indul, és simán benne van a pakliban, hogy másnap hajnalig, vagy még tovább tart. Ezt a kutyáknak és a vadásznak is bírniuk kell. Mi azért szeretjük annyira az erdélyi kopókat, mert ők bírják a végtelenségig, és valami elképesztően hatékonyak és kitartóak. Giannis, hogyan történik maga a vadászat az erdélyi kopókkal? Mi a kutyák feladata pontosan a vadisznókkal szemben? Általában hány erdélyi kopó vesz részt egy vadászaton? szemben a magyarországi és romániai terepviszonyokkal, ahol elsősorban nagy erdőségekben lehet megtalálni a vaddisznókat, Görögországban nagyon erős és sűrű az ajnövényzet. Az erdőségekben a kutyák látják a vadat, ezzel szemben nálunk nem igazán a már említett sűrű ajnövényzet miatt. Ezért e jelenség miatt kevés kutya alkalmas a vaddisznó vadászatra itt, nálunk, mert ilyen körülmények között általában a kutyák többsége fél a bozótban megbújó és váratlanul támadó vadisznóktól. Az erdélyi kopó azért annyira népszerű a vadászaink között, mert egy nagyon bátor kutyafajtáról van szó, ahol nem tapasztaltunk semmiféle ilyen jellegű félelmet. A görög vadászstílusnál mi általában egy, kettő vagy három kutyát preferálunk, négy használata már nagyon ritka, és ez túlzottnak számít bizonyos tekintetben. Ha ennél több erdély kopot látsz dolgozni együtt nálunk, itt Görögországban, akkor szinte biztos, hogy tréningről van szó, aktív vadászatnál soha nem megy e fölé a létszámuk. A kutyák feladata egyébként elsősorban a vad megállítása és lehetőség szerint helyben tartása a lövéshez, ami rendkívüli kitartást és türelmet követel meg a részükről. Hiszen gondold végig, hogy éppen a korábban már említett sűrű ajnövényzet és bozótos miatt. Az erdei kopóknak néha órákat kell mozdulatlanul állnia egy vad becserkészéséhez, máskor pedig hosszú kilométereken vagy tíz kilométereken át üldözni a vadat, ami nem egy veszélytelen vállalkozás, hiszen a vad védekezik is természetesen, sőt, sok esetben a vadkanok visszatámadnak. Ezeknek a kutyáknak a vadásszal együtt képesnek kell lenniük arra is, hogy a sűrűben tartózkodó vaddisznót hangtalanul megközelítsék. Jánisz, ön csak Görögországban használja vadászatra kutyáit, vagy előfordul, hogy Magyarországon is dolgozik néha velük. Szinte minden évben két-három alkalommal megfordulok Magyarországon a kutyáimmal, ahol munkavizsgákon veszünk részt, amit a Magyar Fajta Klub szervez. Először 2016ban vettünk részt egy ilyen eseményen, és azóta minden évben visszatérünk. Én a magam részéről nagyon komoly sikernek tartom, hogy eddig két alkalommal az első helyezést sikerült elérnünk. A Görögországban született és ott tenyésztett kutyáimmal, ezeken a munkateszteken, amin talán éppen a görög vadász stílus nehézségeinek köszönhető, hiszen ezek a kutyák nagyon edzettek. Részben emiatt. Igen, jó kapcsolatban állok a magyar tenyésztőkkel, és sokukat talán barátomnak is nevezhetem. Ismernek, ismerik a kutyáimat, és nagyon jól érzem magam ebben a közösségben, hiszen itt minden az erdélyi kopokról szól. Hogy látja az erdély kopok helyzetét Görögországban, és mi várható a jövőben? Vajon még népszerűbb lesz ez a kutyafajta, vagy a későbbiekben is elsősorban a vadászok körében lesz közismert? A görög vadászok körében igen nagy az érdeklődés az erdélyi kopók iránt, nem utolsó azért, mert látják a YouTube csatornámat és olvassák az írásaimat, és így kiderül mindenki számára, hogy ezek a kutyák mire képesek. Igen sokan megkeresnek, hogy kölyköket vegyenek tőlem, és érdekes módon az utóbbi években egyre több román vevőjelölt is feltűnt már. Ennek talán az lehet az oka, hogy a vaddisznóvadászat egyre népszerű lesz majdnem mindenhol Európában, Görögországban pedig egyértelműen a vadászat csúcs kategóriájának számít, Ebben pedig az erdélyi kopók kiválóan bizonyítottak, és mondták, ha bár szinte minden héten érkeznek megkeresések, és nagyon sokan szeretnének kutyát venni tőlem, én nagyon óvatos vagyok ezekkel a megkeresésekkel. Az óvatosságom oka pedig az, hogy Görögországban más a kutyatartás kultúrája, mint például Magyarországon, az itt élők számára nem olyan fontos a fajta, fajta tisztán tartása és vérvonala. Sokan például azért szeretnének erdélyi venni tőlem, hogy azokat más fajtájú vagy keverék kutyákkal keverjék, pároztassák, erre a célra pedig én nem adok el kutyát nekik. Az igazság az, hogy ez egy olyan értékes fajta és egy olyan kiváló vadász, hogy első rendű célnak tekintem ezeknek az értékeknek a megőrzését és reprodukálását generációról generációra. Én imádom ezt a fajtát, és 2013 óta soha nem volt olyan időszak, hogy ne lett volna legalább 7-8 erdélyi kopó körülöttem, de volt olyan év is, amikor 16 kutyám volt. Visszatérve a kérdésedre, tudomásul kell venni, hogy az Erdély Kopó elsősorban egy kemény vadászkutya, és mi, hasonlóan a magyar kollégákhoz, azt szeretnénk, ha az is maradna. Ezért mi nem törekszünk arra, hogy divatossá tegyük, hogy kikerüljön a vadászati körből, hiszen ezt a fajtát az egész múltja és minden adottsága erre a szerepre és munkára predestinálja, a nagy vad vadászatra. Ez az az út, amit meg akarjuk tartani, és ez az az irány, ami felé a tenyésztést vinni szeretnénk.